Gyalogosként és autósként egyaránt a biztonságos és szabályos közlekedést gyakorolták a gyerekek a Németh László általános iskola előtti téren, ezen az okos zebrán. Amikor beérsz, itt kell megállni. Megállsz! És itt pedig rollerekkel mehettek végig az ügyességi pályán, ahol mindenki kivétel nélkül megállt és körülnézett a stopptáblánál. Így tette ezt az első osztályos Hanna is, aki nem csak ügyesen szlalomozott, a kresztáblákból is jelesre vizsgázott szerdán, de a programon egyéb újdonságokat is kipróbált. Hogyan kell átmenni az úttesten, meg azon, hogy hogyan kell a járművel közlekedni, meg megtanulni, hogy milyenek a táblák. És te már ismered a táblákat? Igen. A stop táblát, a körforgalmat és az előre menést. A játékos programokat a város a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal és a Közlekedéstudományi Egyesület vármegyei szervezetével karöltve szervezi meg 6. éve a fehérvári óvisoknak és az alsós diákoknak, így edukálva a legkisebbeket a közlekedési kultúra napján. Magyarország útjain mintegy 4,9 millió jármű közlekedik. Fehérvár megye különösen frekventált a forgalom szempontjából. De egész Fehérvár megye az országos átlagot meghaladó forgalmat bonyolít le, itt az úthálózat viszonylag jelentős, tehát csak itt Székesfehérváron több mint 300 kilométeres úthálózat található, de gyalogjárda a gyalogos közlekedés fölött is 260 kilométer, tehát ezek nagyon jelentős közlekedési felületeket jelentenek. Itt Fehérvár megyében naponta több százezer ember közlekedik, hiszen mindenki részt kell, hogy vegyen a közlekedésben a napi élete folyamán. Székesfehérvár az infrastruktúra fejlesztésével segíti a közlekedőket a gördülékenyebb, biztonságosabb közlekedés elérésében, mondta a város alpolgármestere. Nyilván mi igyekszünk ehhez az infrastruktúrát biztosítani, az elmúlt években rengeteg kerékpárút épült, járdákat újítunk fel, gyalogátkelő helyeket építünk. Szerencsére egyre több a biztonságos gyalogátkelő hely a városban, a fehérvári partnercéggel közösen egyre több gyalogátkelő helyet tudunk még biztonságosabbá tenni. Ezt az idejében is folytatjuk ezt a programot számos helyszínen. A program idei szlogenje: legyünk társak a közlekedésben, a közlekedésért, úton, sínen, vízen, levegőben. A szervezők célja pedig változatlan, a legkisebbek és rajtuk keresztül szüleik edukálása, a balesetek számának visszaszorítása, valamint a forgalmi szituációkban kialakult konfliktusok csökkentése.